Még egyszer kérdezni gyorsan, 24.hu élőadásában vagyunk, hogy mi fog most történni, ezt elmondja a nézőinknek. Itt nem sokára a Nagy Imre szobor környékén tartunk egy sajtótájékoztatót. Megnézzük pár méter után, hogy éppen mi is a helyzet a Kossuth téren, bár úgy tudom, hogy az a készültség, ami meg lett hirdetve, az már nincs, úgyhogy remélhetőleg okafogyottá vált az, hogy most nekünk kordont kelljen bontani. Nagyon bízom benne, hogy a kormány helyesen cselekedve visszakozott ebből az ötletből, hiszen gyakorlatilag már egy félelmet gerjesztett az elmúlt időszakban. És örülünk annak, hogy a Jobbik biztos, hogy részese volt annak, hogy ilyen ötleteket ne valósítson meg a kormány akkor, amikor éppen megalakul, hiszen elég rosszul mutatott volna egy demokratikus országban, hogy az első napot egy kordonbontással kell kezdeni, illetve hatalmas utcai lezárásokkal. Köszönjük szépen! Köszönjük.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, hogy önök közül nagyon sokan láthatták a Szent István Bazilikát, ahol egy szentmisén való részvétel után vonultunk át az eredeti tervekhez képest változtatva azon, hiszen kordonbontásra készültünk. Éppen ezért az mindenképp büszkeséggel tölt el minket, hogy legerősebb és egyben első ellenzéki pártként már azt sikerült megakadályozni, hogy egyáltalán fémkordonokkal zárják körbe a Kossuth teret. Ezt korábban egyetlen egy párt sem tudta elérni, ez mindenképpen pozitív. Ugyanakkor van abban némi sunyiság a kormány részéről, hogy gyakorlatilag élőerős rendőri kordont biztosít, hogyha hihetünk, hogy amennyire innen látom a Kossuth teret. Hogyha a rendőrök, akiket nem tudunk, hogy milyen parancsal és milyen felhatalmazással vannak jelen, de hogyha az a céljuk, hogy a rendet fenntartsák a nap folyamán, akkor az teljesen rendben van. Ha azonban az a cél, hogy ők helyettesítsék testükkel a fémkordonokat, akkor az már igenis problémás, és ez ugyanúgy a véleménynyilvánítás szabadságát súlyosan csorbítja. Ennek az egész rendőri felhajtásnak a mi olvasatunkban van egy nagyon rossz üzenete a kormány részéről. Nemes egyszerűséggel az, hogy ha valaki az április 8-i választást nem tartja tisztának, és nem tartja legitimnek, akkor okkal fél adott esetben a választópolgárok haragjától, vagy véleménynyilvánításától, és az Orbán kormány pontosan ezt teszi jelenállás szerint, úgyhogy én úgy gondolom, és azt látjuk, hogy amit Orbán Viktor elrendel, azzal lényegében megerősíti azt a sok-sok visszásságot és azt a sok-sok negatív érzést, amely a magyar emberek döntő többségében a választásokkal kapcsolatban megtapasztaltak és fölmerült egyáltalán. Hogyha azt gondolják, hogy ez a választás maradéktalanul tiszta volt, maradéktalanul legitim, és így kaptak kétharmados fölhatalmazást Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon mitől félnek. Nem csak akkor kell teret engedni és biztosítani a közösségi együttlétet és a politikai véleménynyilvánítást, amikor minket ünnepelnek, hanem a mi álláspontunk szerint akkor is, amikor adott esetben minket kritizálnak, vagy nekünk nem tetsző performanszokat, vagy bármi mást
próbálnak a választópolgárok kifejezni. Ezt látjuk most, hogy ez utóbbit már a Fidesz kormány nem szeretné engedni, mi pedig nyilvánvalóan parlamenten belül, parlamenten kívül azon vagyunk, hogy Magyarország szabad ország maradjon, és bárki pártállástól függetlenül kifejthesse a véleményét. Hogy ez a mai napon mennyire fog megvalósulni, azt természetesen most még nem tudhatjuk. Az első győzelem az megvan, olyan értelemben, hogy fénykordonok nincsenek a Kossuth téren. Ezért volt szükség a Jobbik bejelentésére, és természetesen, hogyha ennek ellenére fölállították volna, akkor megtettük volna azt, amit ígértünk, nevezetesen, hogy elbontjuk, de erre most nem lesz szükség. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani, amennyiben kérdés van, akkor pedig természetesen válaszolunk. Kérdezem, hogy van-e bármivel kapcsolatban. Ugye azt mondták, hogy azért mondanák el a kordont, mert hogy az emberek minket embertek, hogy a Kossuth tére, pont ugyanúgy embertek, mert most csak is megtudnának. Mi a különbség? Erre utaltam, hogy ez egy sokkal sunyibb megoldás, hogyha a fénykordonokat rendőrök testével helyettesítik. Nyilván arra nem buzdítunk senkit, és magunk sem szeretnénk rendőrökkel dulakodni. A rendőrök ebben a helyzetben én azt gondolom ugyanúgy áldozatok, mint azok a választópolgárok, akiket nem engednek be. Szégyen, hogy a magyar kormány erre használja a magyar rendőrséget, és így rekeszti ki a választópolgárokat a véleménynyilvánítás elől. Nehéz erre mit mondani, nem fogunk rendőröket sem bántalmazni, és nem is biztatunk erre senkit. Én áldozatoknak tekintem őket is, ugyanúgy, ahogy azokat a választópolgárokat, akiket nem engednek félre. Ez egy nagyon rossz emlékeket idéző, sokkal sunyibb megoldás, mint amit Gyurcsány Ferenc fémkordonokkal megtett 2006-ban. Részt vesznek az eskütételen a Jobbik frakciót lesz? Hát természetesen az ugyanúgy a feladatunk része a parlamenti munka elvégzése, mint amit parlamenten kívül is ígérünk. Szerintem a Fidesz örülne legjobban annak a forgatókönyvnek, hogyha ellenzéki pártok nem vennének részt a parlamentben, hiszen rengeteg jogosítványt elveszítenénk a kormányzati kontroll szempontjából. Nyilvánvalóan nem tetszik nekünk sem a felállás, nem tetszik és nem örülünk mi sem a kétharmados Fidesz többségnek. Ennek ellenére nekünk az a feladatunk, hogy minden tudásunk legjavát nyújtsuk mind a parlamenten belül, mind a parlamenten kívül. Részt vesznek a valami ütletésen, akár az estén, akár a kiállóban? Erről nem született testületileg döntés, de meglepődnék, ha nem vennénk részt, ugyanúgy, ahogy eddig is részt vettünk minden április 8-a óta minden nagyobb rendezvényen. Szerintem képviselőink saját maguk belátása szerint részt vesznek, természetesen ahogy eddig, úgy most sem fogunk senkit delegálni színpadra, vagy hivatalosan beszélni. A civil tüntetéseket szeretnénk meghagyni a civil szervezetnek. Más egyéb kérdés van. Amennyiben nincs, akkor köszönjük szépen, további szép napot és jó munkát. Arra fogunk menni, hogy a rendőrség szóval.
Ez az így, ki az így.